Dr. George Armelagos antropológus. Mumifikálódott csontokat tanulmányoz, hogy megtudja, hogyan éltek az egyiptomiak. Legutóbbi felfedezése megrázta a tudományos világot. Kihagyott a szívem. Tudtam, hogy ez nagy dolog. Egy ma használatos gyógyszer a tetraciklin nyomaira bukkant a 3000 éves csontokban. Ez egy annyira váratlan fordulat volt, mintha a gyolcsok alatt napszemüveget találtunk volna a koponyán. Tudós társai jó okkal mondták Armelagosnak, hogy biztos tévedett. Mivel a tetraciklin egy csupán 1948-ban felfedezett antibiotikum. Rá kellett jönnünk, hogyan kerülhetett mégis a csontokba. És a választ természetesen az egyiptomiak étrendjében kellett keresni. A tetraciklin nagy koncentrációja miatt egy rendszeresen fogyasztott ételt kerestünk. Rengeteg ókori recepttel próbálkoztak sikertelenül. Aztán rábukkantak a megoldásra. Váratlanul akadt a kezünkbe a sör receptje, de úgy gondoltuk, hogy ez lehet a titok nyitja. A 3000 éves utasításokat követve elkészítették az egyiptomiak sörét. Hihetetlen, de amikor tesztelték, tele volt tetraciklinnel. Egyértelmű volt, hogy az ókori Egyiptomban a sör által jutottak antibiotikumhoz. A vizsgálat igazolta Armelagost, és bebizonyította, hogy az ókori sör 3000 évvel megelőzte a mai orvostudományt. Egyszerűen lenyűgöző. Hivatalosan ez a morcos Nobel-díjas Alexander Fleming volt, aki felfedezte az antibiotikumot 1928-ban. De ideje, hogy az igazi győztest is dicsőítsük. Hölgyeim és uraim, a sör! A folytatásban megtudjuk, hogyan mentette meg a sör a középkori embereket. Mióta őseink megitták az első kortyot, a sör civilizációkat teremtett, megalkotta a számtant és az írást, majd piramisokat épített. De csak ezután jött a neheze. A középkori emberek életben tartása egy olyan világban, ahol az élet piszkos, kegyetlen, de főleg rövid volt. 50% volt az esélye, hogy valaki megérje a 6. évét. Háborúk, pestis, és egy rejtélyes gyilkos. A víz. A folyók mocskosak voltak a szennyvíztől és a műhelyek szemetétől. Ihatatlanok voltak és betegségeket hordoztak. Dr. Charlie Benforce a sörfőzés professzora a Kaliforniai Egyetemen. Minden lépés nagyon fontos. Szeretné bebizonyítani, hogy a sör milliók életét mentette meg a középkori Európában. Egy olyan kísérletre volt szükségünk, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a sörfőzés folyamata eltávolítja a baktériumokat a vízből. Kollégáival úgy döntöttek, hogy hagyományos középkori sört készítenek. Először vizet vettek egy tóból, majd letesztelték a minőségét. Az élelmiszeriparban is így mutatják ki a fekális koliform kórokozókat. Ürülék? Rosszul hangzik.
A minta tele van E. coli baktériumokkal, amik igen komoly betegséget tudnak okozni. Víz egy csipet kacsakakival. Halálos, mint a középkor. Ez a víz nem iható. De egy középkori recept alapján Benforce csapata egy modern laborban készíti el az ezer éves sörfajtát. Ledaráltuk a malátát, és hozzáadtuk a vizet. Úgy egy óra múlva leszűrtük, eltávolítottuk a magokat, és felforraltuk. Egy hétig hagyták erjedni. Lássuk, sikerült-e iható sört előállítani. Miután a vízből sört főztünk, vettem egy új mintát. Ebben már egyáltalán nem volt baktérium, tehát iható. Csoda történt. A mérgező víz iható sörré változott. Persze ma már tudjuk, hogy a forralás tisztította meg a vizet. De a középkori emberek erre nem is gondoltak. Egyszerűen így készült a sör. Mégis milliók életét mentették meg. A középkori élet nyomorúságos volt, de a sört legalább nyugodt lélekkel fogyaszthatták. De vajon mit gondol Enedűről a 21. század embere? Van benne valami különleges. Sós. Szerecsendió ízű. Nekem ízlik. Ekkor felfedtük az igazságot. Ugye csak vicc? Nem az. Egy tóvizéből? Akkor a kacsáknak jó dolguk van, nem? Fúj. A mérgező vizek ellenére a sörnek hála életben maradhattak az emberek. És itták is becsülettel. A gyerekektől az idősekig mindenki ívott sört. A 16. század átlag sörfogyasztása évi 300 liter volt. Itt a férfi, nő és gyerek is. Ez a mai átlag hatszorosa. Jól hallották, hatszorosa. Ilyen kereslet mellett könnyen meg lehetett gazdagodni, és a szerzetesek ezt ki is használták. Az egyház a sörnek köszönhetően jól megszedte magát. A középkori Európa szerzetesei az isteni nedű előállításának mesterei voltak. Az emberek azért jártak templomba, mert tudták, hogy utána sört kapnak. A sör és az egyház szent szövetsége megtömte a padsorokat. De örökké ők sem tarthattak jogot a monopóliumra. Az üzletág vonzani kezdte a vállalkozókat, és hatalomátvételük átformálta Európa arculatát. A sörfőzés kulcsfontosságú volt a gazdaság fejlődése szempontjából. Elősegítette a kereskedelem és a bankrendszer kialakulását. Más szóval a modern kapitalizmus létrejöttét. És a sört még manapság is ünneplik Európában. Sör! Amerika, a szabadság országa és a bátrak hona, ami sörre épült. A sör Amerika történelmének egyik alapköve. Az alapító atyáknak volt egy közös szenvedélyük. George Washingtonnak, Thomas Jeffersonnak és Sam Adamsnek is volt sörfőzdéje. Így a nemzet összeforrt. De Benjamin Franklin is nagyra értékelte a sört. Az ő szavaival élve, a sör a bizonyíték arra, hogy Isten szeret minket, és azt akarja, hogy boldogok legyünk. Ilyen lelkesítő nyilatkozatok formálták a nemzetet.
De sör nélkül az első telepesek talán el se érték volna Amerika partjait. A sör a hajókon létfontosságú volt. A víz megromolhatott az út során, míg a sör az alkoholtartalma miatt természetesen tartósítva volt. A sör életben tartotta a telepeseket, és az új kolónia helyéről is döntött. A Mayflower Virginia állam felé tartott, de nagy baj történt. Kifogytak a sörből. Így ki kellett kötniük az első lehetséges helyen, Plymouth-nél. De ezután is csak sört ittak. A partra szállás után sem ittak vizet. Angliában már megtanulták, hogy a víztől betegek lesznek. Bár az amerikai folyók tiszták voltak, a telepesek inkább sört főztek a vízből. A sör kulcsfontosságú volt az életükben. Amikor kifogyott a készlet, bizonytalanná vált a jövő. Valahogy tehát sört kellett főzniük, viszont nem találtak sem árpát, sem komlót. De ekkor... jöttek a mókusok. Ők adták az ötletet a makból készült sörhöz. És működött. Plymouth megmenekült. És a sör a 17. századra meghódította Amerika többi részét is. Kialakítva egy rendkívüli kommunikációs hálózatot, a korabeli internetet, a Google, a Twitter és a Facebook előtt csak az ivó volt. Az ivók kereskedelmi központokként működtek. Üzletemberek jöttek, mentek és információt cseréltek. Az ivók hálózata a kolóniákat nemzetté olvasztotta. És rögtön látjuk majd, hogy a sör ihlette a történelem egyik legnagyobb eseményét. Az amerikai függetlenségi háborút. 1773. december 16-án a szabadságért vívott küzdelem itt kezdődött, a bostoni zöld sárkány ivóban. A szabadság fiai így gyűltek össze, az elnyomásról beszélgettek, és egyre csak itták a sört. A levegőben érezni lehetett, hogy valami történni fog aznap. Aztán akcióba lendültek. A szabadság fiai a bostoni kikötőbe indultak, és tartottak egy kis tea délutánt. Kitört a forradalom, és az ivók kulcsszerepet játszottak. A szabadságharc vezetői az ivókban találkoztak, és beszélték meg az aktuális lépéseiket. A sör szerepe Amerika születésében olyan jelentős volt, hogy a kocsmadal dallamára írt himnuszon már meg sem lepődünk. A szöveg, de a dallam ugyanaz. Akkoriban, ha valaki képes kelni, folytathatta az ivást. Ma pedig ez Amerika himnusza. A sörnek köszönhető tehát Amerika függetlensége és az új nemzet himnusza.